anyaid, a nagyapám elvitte a születésem napján az apámat Borsélyházba. Az is benne van, most már csak jót vagy semmit az elődökről, ezt ma már én is élvezem. Különösen, amikor kiderült, hogy a nagyapám az azért vitt el az apámat Bordélyházba, mert meg akart engem szerezni tőle, ez benne lesz majd a filmben, és így kerültem az anyai nagyszüleimhez, és 6 évig neveltek, nagyon boldog időszak volt, tehát ez nem egy olyan nagyon szomorú film, bár vad dolgok történtek, de én nagyon boldog voltam ott. Könnyű volt megcsinálnom ezt a filmet, mert már előtte megírtam a témát egy kis regényfélébe, azt átfordítottam forgatókönyvre, és volt egy szerencsés pillanatom, amikor életem egyik legnagyobb pillanata volt, hogy akkor tanultam meg igazából forgatókönyvet írni, mert arra gondoltam, hogy akkor hogy írjam ezt meg forgatókönyvként, és akkor rájöttem, hogy a kereskedőről szól, egy emberről szól, kereskedő, akkor üzletekre kell bontani, és elkezdtem üzletekre bontani, az első rész üzlet a betörőkkel, második rész üzlet a vejével, harmadik rész üzlet a halállal, negyedik rész üzlet, és akkor végül még egy üzlet kettő a halállal, és mindegyik rész más témába kezd, és ez a forgatókönyvírás lényeg, hogy egy kis tanórát is tarthatok, hogy érem után következik, és mindig új témák következnek, és abban bele kell szőni az előzőt, és így folyamatosság érzését kelteni, de csupa kicsi novella, minden igazi film. Egymásból eredő persze, mert időbeli részrészt követ, és nagyon erősen mutatja. És ez nagyon nagy tanulság volt nekem. Nagyon sokat köszönhetek ennek a filmnek, mert például a stábtagok azok mind úgy segítettek és úgy dolgoztak, teljes odaadással, de elsősorban azért, mert minden szereplőt ismertek valahonnan a saját életükből. Hát nagyon életszagú volt az akkori embereknek, 1988-as embereknek ez a film, mert még emlékeztek, és valaki azt mondta nekem, hogy kinek nem volt ilyen nagyapja, mint amilyen ebben a filmben van. Mindig volt egy ősapa, valaki a családban. Úgyhogy ez a család története is, egy ilyen nagyon furcsa sorsú családi, amilyen az enyém volt. Még hadd mondjam el, hogy ezt a filmet 1985-ben annyiban is szerencsés év volt, ugye, hogy akkor omlott össze a Szovjetunió, és a nagy változás történt, és érdeklődése fordult a Kelet-Európa felé, Nyugat-Európában is, és akkor többek között ezért is nyert Párizsban Európa filmdíjat ez a film. 6 kategóriában is itt kezdődik a történet, amit feltétlenül szeretnék elmesélni. Egy kelet-európai filmrendező Párizsban, ez a címe a történetnek. 6 kategóriában nominálták be az Eldorádot erre az Európa filmre, és a párizsi, a Théâtre du Champs-Élysées fényes színpadán volt ez, hatalmas nagy tűzijátékok, meg mindenféle francia gegek voltak hozzá, és egyet lehetett tudni, hogy mindenkit meghívtak, akik nomináltak különböző európai országokból, akkor még a Szovjetunió éppen állt, én egy szovjet filmrendező mellett ültem az első sorban, és senki nem tudta, hogy kit fognak, ki kapja a díjakat, mindenkit meghívtak, és titokban tartották, és alulról kezdték a kisfilmekkel, vagy a bábfilmekkel, és az volt a módszer, hogy kijött két francia színész, egy férfi, egy nő, és beszéltek valamit franciául, és akkor meg kiszólították a színpadra azt, aki megnyerte a díjat, a többiek pedig ott maradtak abban a kategóriában ülve. És mindenki smokingban kellett, hogy legyen, és akkor sorra mentek így a díjak, és egyetlen egy kategóriában tudták a díjazottak, hogy ők kapták a díjat, a dokumentumfilm kategóriában, és Böszörményi Géza és Gyarmati Lívia kapták azt a díjat, leghátul ültek a hosszú színházban.
ez azért lesz fontos, mert most itt kezdődött a probléma, hogy kijött egy számomra ismeretlen francia színésznő és színész, és azt mondták estei ruhában, hogy egy érthetetlen szó áradat közepén, hogy Géza Bezermenni. És akkor én az voltam. Ja, és ilyenkor mindig az volt a rend, hogy akkor egy kivetítőn megjelent egy rész, 28 ország televíziója közvetítette. Egy részlet abból a filmből, amelyiket díjaztak. És akkor hátulról kiabálták a magyarok nekem, hogy Géza, menj ki, téged hívnak, mert hosszú születtával. És akkor fölmentem a színpadra, átadták nekem ezt a díjat, a kezembe vettem, és ránéztünk a kivetítőre, de akkor már a szemem sarkából láttam, hogy Böszörményi Géza és Gyarmati Liva jönnek hátulról, egész messziről, és akkor én vettem át az ő díjukat. A nép hasonlóság. És akkor valóban a kivetítő meg is jelent egy idős parasztasszony, aki a recski fogolytáborról kezdett beszélni néhány mondatot. Addigra fölérkezett Gyarmati Lívia és Böszörményi Géza színpad, és én Gyarmati Lívia kezében nyomtam a szobrot, és mondtam, hogy elnézést Lívia, és hátra léptem, hogy szűnjek meg. Ők oda mentek, véget ért a bejátszás, oda mentek a mikrofonhoz, és a szabályok szerint elmondták, hogy csinál, vagy megköszönték a díjat. Én pedig lementem hátul, eljöttem a sorok előtt, visszaültem a helyemre, és a szovjet filmrendező megkérdezte, hogy Nusto Géza. És tudtam, hogy édesanyám is látja ezt az egészet. És akkor ott ültem, és akkor azt is tudtam, hogy hát akkor életem végéig ott lesz a pecsét rajtam, hogy mások filmjének hiányt rohangálok ki, elkapom, és aztán megszűnök. És akkor egy mentségem lehetséges, egy kiútam, hogy nyert a film. És nem nyert, pedig hat kategória, hogy ment egyre fölfelé, és akkor egyszer csak megjelent Yves Montand és Melina Mercury, és mondták, hogy Géza belemenni. És vártak, én pedig még nem álltam föl, mert kérdeztem a dolgot, és utána mentem. Úgyhogy ez ilyen volt nekem az 1989-es év, az a legendás év. Még nagyon sokat mesélhetnék, hogy például a filmben tankok is szerepelnek, és a tankokat először nem akarta odaadni a pesti városparancsnokság, mert úgy ítélték a forgatásra, mert úgy ítélték, hogy csak egy szikra kell ahhoz, hogy valami tömegdemonstráció legyen Budapest utcáin, és ez a film 56-ban játszódik, tehát biztos lesz valami baj, és akkor be kellett menni és a városparancsnokkal alkudozni, aki mellett egy fiatal tiszt volt a megfigyelő, egy kultúrtiszt, és kérdezte, hogy az ő döntése volt az, hogy ne legyenek tankok, mert veszélyes, és hogy a forgatása az tömegdemonstrációba fordulhat, a T-34-es tankok jelennek meg Budapest utcáin, és akkor az idős városparancsnok azt mondta nekem, hogy azt a bizonyos jelenetet, az 56-os jelenetet, ahol egy felkelő fiú kiabál a lakossággal, azt át kell írni a forgatókönyvben, és akkor kaptam ott. És közben így kacsított. Akkor értettem meg, hogy egy színjátékról van szó a megfigyelő tiszt miatt, és akkor mondtam, most itt helyben átírom. Azt mondta, jó, akkor itt egy papírra, hogy én ellenforradalmár vagyok, és gyűlölek téged, vagy valami ilyesmit írtam, ami kellett volna. Kézírással is azt mondta, jó, írja alá. Aláírtam, betette a páncélszekrénybe a városparancsnok, és ráfordított a kulcsot, ha bármi lesz, maga a felelős a városban. Mondtam, jó, rendben, és az eredeti jelenet került be a filmbe. Sok ilyen volt, nagyon, nagyon jó volt ezt a filmet csinálni. Köszönöm.